Drága Smasser úr, nézzen rám, én becsületes ember vagyok igazán. Senkit nem bántottam, semmit sem loptam. Egyszerűen éltem, nem tékozoltam. Újságot is olvasok rendesen, kávét iszom, de ezt sosem. Nem vettem igénybe protekciót, s nem üzök semmi káros passziót. Hogyan is kezdődött? Hát, talán ez az egész életpálya egy cirkuszi előadás élményének a következménye. Emlékszem, szülőfalumban Tordán, amikor életemben először láttam cirkuszt. Nagy hatással volt rám annak a cirkusznak a varázslatos, lenyűgöző tarkasága, színessége, nyüzsgése. A Misi Bohóc csodálatos, nevetséges mókázásai, amelyet bizonyára már akkor felébreszthette gyermeki fantáziámat a játszás iránt, amiből úgy látszik, a mai napig sem gyógyultam ki. Az asztal! Delibé! Majd lássuk, jó ki még az agyarait! Föllevelé, tudom, hogy föllevelé. Mi az, hogy nem? Hát én láttam, hogy föllevelé. Mutasd meg nekik, Delibé! Mutasd meg, mit tud! Na itt van hozzád, megérdem! Na, Delibé, így áll! Hadd így áll, megérdem! Nézd, micsoda foga van! Látod? Százos fog! Mondtam! De cugja is van! Nekem a legfontosabb az, amikor megkaptam egy szerepet, hát legalább 150 szerepet eljátszottam életemben, ha nem többet. Fontos az, hogy jó rendezőkkel dolgoztam, kollégákkal, és fontos volt az összhang, érted, a kapcsolatteremtés a színpadon. Mert én az a színész vagyok, aki már az első próbák, nál szeretem, hogy a kellék ott legyen az asztalon, kérlek szépen, és a legfontosabb kellékek, amihez a színész, ami a színésznek kell játék közben, mert annak a tárgynak, annak a színészhez hozzá kell nőni, úgyhogy úgy érezze magát, mint saját lakásában volna, hogy tudja azt, hogy ez most itt van, amaz ott van, stb. Na,
Én, amikor egy darabot műsorra tűztek és szerepet kaptam benne, én idő előtt kikértem a szövegkönyvet, mert én szerettem elolvasni a szöveget otthon egyedül egy sarokban, nyugodtan, érted? És alkottam magamnak egy képet az egész a darabról, az egész. Én magamnak csináltam egy koncepciót, de független attól, hogy milyen lesz a rendezőnek a koncepció és a beállítósága. És nekem megvolt egy alapkoncepcióm, amit magamban hordoztam, és igyekeztem próbák közben mindig belopni abból valami, amit én elképzeltem, érted? Hát voltak néha vitáim a rendezővel, stb. De én mindig azt mondtam, ha te jobbat kitalálsz, mint én, akkor én azt elfogadom. De hogyha én találok ki jobbat, mint te, akkor tessék, te fogadd el. És valahogy mindig közös nevezőre jutottunk, érted? No, de én igyekeztem mindig a rendezői keretben, rendezői koncepcióban mozogni, ami hát rengeteg sokat változott a próbák folyamán. Én birkoztam, egyszerűen birkoztam a szereppel, mert én nem voltam kaptaf a színész, hogy mostan egyik szerepből belugrottam a másikba, és én azt csináljam, a rendező azt mondja, most eredj ide, vagy eredj oda, ki lesz, vagy oda mentem. Nem, én mindig megkerestem a lélektani indoklását annak, hogy van-e értelme neki, és hogyha úgy találtam, hogy nincs értelme, akkor én kitaláltam egy más módot, és ha biztos jobb volt, mint a rendező, és akkor annak el kellett neki fogadnia. Hát szóval így alakult ki. Pavlovics Dusan. Sápi András. Hogy? Sápi András. Sápi András. Radovan Tobdzic. Vrestják Iván. Opovinan. Csorjában maga? Jankó Boskó. Ce cri sourd du pays en enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi qu'on attrape le prix du sang et de l'arme. Én úgy vagyok valahogy, tudod, hogy azok közé, a színészek közé tartozom, akik a magánéletben nem sokat beszélek, hanem inkább szeretek figyelni, szemlélni körülöttem zajló eseményeket, valahogy úgy belevegyülni a tömeg közé, de szerettem piacra járni, meg a mit tudom én, vásárokba, ahol a tarkaság, színesség van. Úgyhogy, de mindig színész szemmel. Mert a magánéletben, kérlek szépen, lehet ugye dumálni, lehet sokat beszélni, lehet minden, lehet hazudni, amit a színpadon nem lehet, mert ott egy pillanatok alatt minden kiderül. Ez a hivatás, ez nagyon izgalmas, nagyon érdekes, de annál kegyetlenebb, mert ezt nem lehet csinálni csak úgy langyosan, vagy forró, vagy sehogy, ami a legnehezebb. Egyszer meggyulladt bennem a pálinka. Kecskéket őriztem egy domboldalon, és rengeteg pálinkát ittam. A
aztán meggyulladt bennem a pálinka. 100 fehér kecske sírt körülöttem, de én nem láttam őket. Már a napot sem láttam, csak hörögtem. És habzott a szám. Már meghaltam volna, de akkor jött egy asszony, és megitatott kecsketejjel. Szép asszony volt? Ja. Csúnya volt is öreg, és bolond is. Gombát, szamócát, még ilyesmit szedett az erdében. Akkor meglátta, hogy ott fetrengek a földön, odajött és megmentette az életemet. Aztán megvakult. Megvakult? Igen. Nem sokkal azután, hogy eloltotta bennem a pálinkát. Ismét gyönyörűen sütött a nap, és én arra gondoltam, hogy vajon megvakíthatja-e az embert a nap. Próbáljuk meg, mondta a bolond asszony, nézzük a napot. És néztünk a napba. Én hamar elfordítottam a fejemet, csaltam. Az asszony nem csalt. És megvakult. Hülye történeteid vannak, Delibék. A film. Amikor a film, nézd, a film az egy egész más műfaj kérdésében. Ott egész más technikával dolgozik a rendező, főleg a műszak, meg mit tudom, mert ezer ilyen mozaikból áll össze. Nagyon szerettem azt a műfajt is. Hát hál' Istennek elég sok filmben játszottam, játékfilmben, tévéfilmben, aztán gyermekműsorokban, nem is tudom, sok mindenben. Na most ott, szerintem ott a színésznek az a legnagyobb problémája, mert a filmet elkezdik forgatni, akkor kérlek szépen elmegy egy pár percig a rendező, hogy a stop, leállni, érted? Na most mi van, mi álltunk le? Nem, újból. Négyszer-ötször megismétlik a filmet, érted? De most elmegy egy ideig. No, az a sikerült, jó, köszönöm, meg van véve. Azt mondja, na jó, most ezt a filmet majd kérlek szépen, majd legalább, majd 3 nap múlva forgatjuk tovább. 3 nap múlva. De volt, mikor egy hét, vagy egy hónap múlva, nem, talán 5 hónap, nem, de akkor folytat. És a legnagyobb probléma a színésznek az, hogy ott, ahol abba hagyta a forgatást, annak megvan a hangulata. És amikor újfent kell dolgozni, folytatni ugyanonnan, hogy ugyanúgy bele tudja élni magát annak a hangulatába, amit abba hagyott. Szóval ez a legnagyobb probléma a színész számára. De hát ez szakmai kérdés, és ezt meg lehet tanulni, és ha valaki profi módon becsületesen csinálja a munkáját, akkor az mind bejön, persze a rendezőnek a segítségével. Megszomjasztál te is. Egy kis pakramorgó. Úgy van? Talán nem is tudod, Novák itthon van. Házat épít. Nyúlvacsorára hívott. És te persze elmész, mi? Meghívott az ember. Te jó Isten, mi történt? Neked arra. Nincs jobbod. Mire? Tönkretett az a gazember, és neked nincs jogod barátkozni vele. Senki engem nem tett tönkre, nem azdol innen! Tönkretett bennünket, és külön-külön mindannyiunkat! Elment az eszed? Nem, nem, nem. Én megőriztem az emlékezetemet. Láttalak veleteket, máma. Szóval ezért kötözködsz velem, igaz? Ezért. 1950-ben. Ma tönkretett minket. 1950-ben tönkretett bennünket az a Novák, és még jó néhány családot a faluban. Téged én mentettelek meg. Már készítetted a horkot fenn a padláson. Ha nem érkezem időben, már lóptál volna az üres kisöpört padláson, Novák söpörte le. Hát nincs a csöpörézeted.
Annak több, mint 30 esztendeje. Neked ott nincs keresni valód. Az a mi időnk, a mi szenvedésünk, a Nováki meg az enyém, az mind a mi életünk része. A terménybeszolgáltatás, a bajusztépés, a börtön, minden. A tiétek mi? Az 5 hektároddal. Burrúj gazember voltál, kulák, meg osztályellenség, mi? Most aztán hallgass, hogy milyen nehéz volt, azt csak mi tudjuk, ő éppen úgy, mint én. Senkinek személyes ellensége nem volt, amit tett, úgy tette, ahogy akkor azt muszáj volt tenni. 15 éves taknyos voltál, mit tudsz te arról az időről? Mindent elérti ebben a világban, amit csak kívántál. Mit akarsz hát attól a félékolt embertől? Amíg te pozsára játszom voltál a börtönben, engem 3 évig nem vettek fel az egyetemre. A te Novákom miatt! Befejeztette és az egyetemet mit akarsz még? De az igazi évfolyamtársaim azok már a tudományok doktorai. Engem nem akartak felvenni 3 évig az egyetemre, a kulák gyereket. A te Novákod miatt! Igenis, az én Novákom. Az én keserűségem. Te háború alatt etetted a partizánokat. Amikor a svábok azt is tudták, hogy kinek mennyit tojik a tyúk. Disznót, bárány, malacot. Hol bújdosod akkor a te Novákod, mi? Te megőrültél. A kurva svábok legalább 5-ször felsorakoztattak bennünket a Magtár falánál. Hol volt akkor a te Novákod? Mi? Egyszer csak megjelent, és a rendszer nevébe lesöpörte a padlásodat. Tégednek kötélre hajtott. Én magamat akasztottam fel. Gyengeség pillanatával. Fiam, te sok dolgot nem tudsz még. Ne bízd el magadat. Minden szerencsétlenségem tőle ered. Az igazi évfolyamtársaim azok már. Te is doktoráltál, fiam. Megint a nullánál vagyok. Így igaz. Mert mindent rosszkor csináltál. Politikával is rosszkor kezdtél foglalkozni. Túl korán lettél fejes, üres szívvel. És most megint a nullánál vagy, mert csak a számok érdekelnek. Basszom meg a tudományod. Hát ez vagy te. Magadnak való. Lopva eszel, lopva iszol. Titokban emészted a világot magad körül. Minek is jöttél haza egyáltalán? Benneteket megmenteni, hogy megmutassam, mennyire képtelenek vagytok élni. Hogy kihúzalak a szarból benneteket. Amit csináltam, nem csak a társadalom, hanem a művészvilág is odafigyelt a munkámra, és méltányolták az én elért eredményemet. Tehát bizonyítják talán a legrangosabb díjak, kitüntetések. Most nem tudom, érdemes ez. Hát én megkaptam Újvidék októberi díját, Vajdaság felszabadulási díját, a Drámai Művészek Egyesületének a díját, meg legalább 8-10 vajdasági szemlén részt vett előadásoknak a benne játszott előadásokban alakított szerepért kapott díjakat. És de azért számomra a legkedvesebb díj ez az aranybabérkoszorú a Mockingpot előadásáról, amit Szarajóban kaptam a kis és kísérleti színházak fesztiválján. Nem érzem magamat kisebbségi magyar színésznek,
nem érzem, ha én ezen a magyar nyelven, a saját anyanyelvemen is beszélek. Játszottam én szerb filmekben is, volt az a agresszor, bírja, hogy megyek magyarul, de agresszorok az békében, stb. Hát az én magyar tudásommal ott játszottam, érted, szerb embert. Még a szerb színházban is játszottam a Botto Strauss-nak a Kicsi és Nagy című darabjában. Három szerepet játszottam, érted. Az én, és akkor mellém adtak egy nyelvést, aki segített a dikciót, meg a kiejtést gyakorolni, de elsajátítottam úgy, hogy nem volt probléma. Nem volt probléma. Mondom, nem érzem magamat, nem is éreztem magamat, én most érzem magamat egyáltalán. Mert nem mindegy, hogy te milyen nyelven beszél, milyen nyelven játszasz, az a fontos, hogy milyen szinten csinálod a munkádat, érted? Milyen szinten. Van év után hajlalonta már nem ébred az ember, hanem feljed. Majdnem, hogy feltámad a halálból, és nem tudja, felhúzza-e a pöndölt. Vagy nyugodtan mászkálhat csupaszon is. Adjon Isten Csömöre bácsi! Adjon, fiam, adjon az Isten neked, fiam. A madarak is téged vártak, a madarak. Egyszer majd újra kell születnem, szép színes tollakat szeretnék. Miért már, no Csömöre bácsi? Borzasztó lenne ismét a szőr, a sörte. Jönnék én, Csömöre bácsi, jönnék én. A kutyákat, macskákat, te még nem borotválsz, édes fiam. Azt még nem. Hát úgy látom, hogy mennek a dolgok. Mennek, hadd menjenek. Csak arra kell ügyelnem, hogy össze ne keveredjenek, össze ne gubancolódjanak. Szépen
lépésben, lépésben, tisztább napokon, galopban. Végre aztán igazi bótot sikerült nyitni a Csömöre bácsinak. Igazi nagy bótot, engedély, mesterizsga nélkül. Igazi bótot, fináncok nélkül. Kitől jössz? Az asszonytól. De mi az már, az asszonyok is borbéllyal borot váltatják magukat? Az én asszonyom mellől, az ágyból. Ja, az más. Akkor még tiszta a késed. Ha téged össze is mocskolt az asszony, a késed még tiszta. Most lesz decemberben 20 éve, hogy Csömöre bácsi az első. És most ki a második? A kutyás Sóti. A harmadik meg a kis kalapos. Persze, ha kiózanodott már. Hétfőn nem tudtam megborotválni. Majdnem levágtam az orrát. Állandóan azt hajtogatta, hogy drága angóra fonál, drága angóra fonál. A felesége hazament Adorjánra, hogy megfonja az angóra fonalat. Adorján, Adorján. Nagy emberek születtek Adorjánon. Még a kis kalaposnál is nagyobban. Azt mesélik, hogy a Muhi Jóska bácsi fia volt a nagycáger a Donkanyarnál. Maga csak tudja, Csömöre bácsi, hiszen maga ott volt. Még csak az hiányzott, még csak a Donkanyar hiányzott. Még egyszer visszajutni oda, erre még nem is gondoltam. Még egyszer visszajutni oda. Engedjék meg, hogy én is nagyon sok szeretettel köszöntsek mindenkit. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy Vicsek Károlyjal és László Sándorral beszélgethetek egy ilyen hatalmas színész egyéniségről, mint Fejes György. Én készültem sok mindennel, puskákat hoztam. Nyilván az életrajzát nagy vonalakban csak úgy mondanám el, hogy ő igazából Szabadkáról indul, tehát a Szabadkai Társulat tagjaként indul el a pályafutásán, és nagyon érdekes, ahogyan egyszer csak idézőjelben a semmiből úgy érzi, hogy őt ez a pálya érdekli, és színészként képzeli el a jövőjét, és eljön ide az akkor induló társulathoz felvételizni. Tehát, hogy egy nagyon izgalmas és egy ilyen nagyon hirtelen kezdete ennek a hatalmas pályának. Majd később megválik a társulattól Újvidékre, megy, ahol az Újvidéki Rádió drámatagozatánál dolgozik, és a pályája végén kapcsolódik be tulajdonképpen az Újvidéki Színház munkájába. Az induló színházban föllép az előadásokban 74-től, de ha jól tudom, akkor 86-tól lesz társulati tag, és onnan megy nyugdíjba 88-ban. Tehát nagyon röviden az életrajzáról ennyit, és akkor, hogy reflektáljak az elhangzottakra, azt ragadnám ki így rögtön, és már kérdésként fogalmaznám meg, hogy ő azt mondja, hogy márpedig ő szeret előre készülni, vagy szeretett előre készülni, ugye 1927-ben született, és 2008-ban hunyt el. Szeretett előre készülni, és hogy ő neki már volt egy koncepció a fejében. Na most én is, aki a színpad másik oldaláról nézem, az olyan színészekkel elég nehéz dolgozni, akiknek már egy határozott koncepció van a fejében, úgyhogy kérdezném, hogy mennyire volt könnyű vele dolgozni, és mennyire volt könnyű ezeket a koncepciókat, előre gyártott koncepciókat átmozdítani, vagy átformálni. Ritka színészi nagyság és ritka lelkiismeretes művész, akivel dolgozhattam. Mindig az volt a gond, hogy tényleg olyan lelkiismeretesen készült a dolgokra. Például megkap egy filmforgatókönyvet, és eljön az első beszélgetésre, és tudja szöveget. Na, ebből aztán adónak is gondok, mikor kimegyünk forgatni. Hát a dialógus időnként hosszúnak tűnik, és akkor ki kell hagyni néhány mondatot. És egyszerűen, hát a Gyuri benne volt a szerepben. Most ne szakíts meg rövidíts meg darabokat, ugye? Partnerok, hát azt általában
úgy készül, hogy ketten beszélnek, egyik elmond valamennyit, akkor a másik elmond, és akkor is sikerül aztán a vágóból ezeket a szövegeket rövidíteni, majd a, nem, elmondja azt az egész szöveget, amit megtanult. És annyira készült ez a jelenet, amit láttak most, ez nem is volt benne forgatókönyvben, amikor bevonul az irodájába, táska, elővesz egy valami párnát, ugye, majd kemény a szék, lehet, hogy valami baj van vele, tehát aztán kihozza a tolltartót, a saját író eszközeit, hoz egy képet, hát nézőisten sejt, hogy nyilván a feleségét hozza, nem a szeretőt, majd azt kirakja, utána bűzlik nyilván az a környezet, és hozza magával még az illatát is, ugye? És ez a jelent, hát úgy, na, ülés, jönnek a szereplők is, én nem azt mondom, hogy csinálok én egy ilyen belépőt, ugye? És akkor majd, na jó, Gyuri, most már indíts kamerával, és csináld meg már ezt a jelentet. És ott bentül akkor egy 15-20 tagú stáb, világosítók, a kellékesek, a sminkesek, az öltöztetők. Gyuri ezt befejezte, kitört a taps, mint a színpadi jelentet láttak volna a munkatársak. Nem szokták megtapsolni a színészt egy snit után, de Gyuri annyira meglepte a stábot is. Ő mondja is, hogy ő otthon szeret érezni magát a színpadon és a kellékékkel, minden, és akkor na most itt ő ezt be is mutatta. Na most ő nem csak a kellékekkel tudott így bánni, ő mindig tudta, mit játszik, milyen időben, és hogy mi van ott a rendezőnek is a valamit a képek között, vagy a sorok között, vagy a jelenetek között, hogy valamit az sugal, valami gondolatokat, valami kérdéseket vet föl. És a Gyuri ebben ez nagyon tisztában volt. A forgatások alatt ő szinte nem kapcsolódott ki. Egyszerre eltűnik a Gyuri, nem találjuk hol van, leült beszélgetni a Ferencivel. Volt egy hosszú jelenetük. Egy ilyen fár, és ők beszélnek legalább egy 5 percet, és beültek, és gondoltam, hogy valamiről beszélgetnek. Nem, ők ki se jöttek a szerepükből, ugye. Mondták a szöveget közben, valamit ott picsiz, valamit egy kis ezt-azt, ugye, kávézás vagy valami. De egyszerűen fölkészültek, mikor kijön a stáb a Gyuri miatt, talán sose kellett megállni a szövegbotlás, vagy valami lapsz, valami. Mindig a mások hibáztak. Olyan varázsa volt, hogy mikor ott 2003-ben forgattunk egy filmet, és hát ott jöttek szerb főiskolások is, azt hiszem másodikosok 3 hallgató volt. Esténként órákat beszélgettek Gyurival, valamelyik nem is ment el valami kollekviumot lerakni, vagy nem tudom mit, és majdnem kirúgták, majd egy hónapig ott volt a stábbal, és már kezdtünk ott aggódni, majd a Predgrád Momcsilovics, a tanárok is ott volt, és hát mondja, mi ez, miért nem? Hát azt mondja, hát én itt a 2 hét alatt a fejes művész úrtól azt mondja, hát legalább egy szemeszterre való szakmai tudást lestem el, és szeretnék itt maradni. Ez volt a Fejes György munka közben. Igen, és valóban ez egy nagyon káprázatos kis jelenet, amit láttunk a filmből is. És erre, hogy mennyire ragaszkodott és mennyire beült neki a szöveg, erről, ha jól tudom, akkor van egy anekdota, egy cipős anekdota az Újvidéki Színházban, ami pontosan ezt illusztrálja, hogy ő hogyan dolgozott és hogyan memorizálta a szöveget. Igen.
Nagyon sokat lehetne Fejes Gyuriról beszélni, mesélni, és rengeteg anekdóta fűződik a nevéhez. Akik nem is ismerték, soha nem is találkoztak vele, azok is úgy mesélik ezeket az anekdótákat, mert ezek valóban évek múlva is élnek, tovább mesélődnek. Igen, a kellék, vagy a jelmez, minden nagyon fontos volt neki. Ahogy Karcsi is mondja, a szöveg is mérhetetlenül tisztelte a színházat úgy, ahogy volt. Tisztelte a munkatársait, a munkát, és hát az összes dolgot, ami körülveszi a színészt. Igazán nagyon fontos volt neki, tehát az olvasópróbán megkövetelte, hogy az a kellék az a következő próbára legyen kikészítve, mert neki arra szüksége van. Természetesen ezt már ugye a kellékesek is, a rendezők is tudták, úgyhogy igyekeztek előre dolgozni, és ha sikerült elolvasniuk a darab szövegét, akkor már ami ott megjelent, azt előre a kellékesek készítették, mert Gyuri bácsi így is úgy is követelni fogja, akkor legalább megelőzik. Nem pont kellékhez kötődik ez az anekdóta, de ahhoz, hogy mennyire komolyan vett dolgokat, és ahogy a Karcsi is mesélte, hogy bizonyos szövegeket nem tudott kihagyni. Tehát ha rendező kérte tőle, hogy akkor most hagyjuk ki ezt a szöveget, mert hosszú lesz a jelenet, ő ragaszkodott hozzá, mert ő azt már megtanulta, és ő úgy tudta működtetni azt a jelenetet, azt a hangulatot, azt a pillanatot, és úgy gondolta, hogy majd aztán a rendező kivágja. Végül is nagyon sok film, sőt, a filmek általában a vágószobában készülnek, ott kapják meg az igazi formájukat és tartalmukat is. Nos kérem, az Öreg Hölgy Látogatása című darabot próbáltuk. Nagyon nagy szereplőgárda volt, rengeteg főiskolás is volt benne, statiszták, több mint 30-an voltunk a színpadon egy adott pillanatban, ugye, amikor Romhányi Ibihez fordul, ugye az öreg hölgy, aki valamilyen módon a falusiakat hát megvásárolja, és mindenkinek vadonatúj fehér cipő, illetve sárga cipő van a lábán. Tehát az öreg hölgy cipőt vásárol a falusiaknak. Na most a próbán kiderült, hogy állunk ott legalább 30-an, mindenkinek fehér cipő van a lábán, mert a jelmeztervező nem talált sárga cipőket, hát fehér cipőket vett. És a Gyuri megállította a próbát, és mondta, hogy lenézett a rendezőre, és mondta, hogy ez így nem lesz jó. 5 nap van a bemutatóig, és ő már a sárga cipő. Tehát nála a sárga cipő működik, ő ezt a szöveget tanulta, és ő nem hajlandó most összekeverni saját magát, és azt mondani, hogy fehér cipő, mert ráfordul a tömegre, és azt mondja, hogy látom, hogy mindannyiótok lábán vadonatúj sárga cipő van. Mitád Isten, a rendező megkérte a jelmeztervezőt, hogy oldja meg ezt a helyzetet, ugye ez a legkönnyebb, a jelmeztervő majd megoldja. Hát ilyen autólakkal, citromsárga autólakkal átfestette a Branka Petrovics az összes cipőt. És a következő próbákon a Gyuri bácsi meg volt elégedve, sárgák a cipők, minden működött, eljött a bemutató napja, és amikor ehhez a jelenethez értünk, ő megfordult, háttal a közönségnek, szembe a tömeggel, velünk, és láttuk a szemében, hogy most baj van itt a cipők körül. És ránk nézett, és azt mondta, hogy
Igen, mert látom, mindannyiótoknak vadonatúj fehér cipő van a lábán. És álltunk döbben, tehát nevetni nem igazán mertünk, de nagyon nehéz volt kibírni. Tehát lelkiismeretes volt. Megpróbálta, igaz, hogy előbb cirkuszolt, hogy nem tudja a fehér cipőt kimondani, mert ezt tanulta meg, de aztán megpróbált, ez is azt mutatja, hogy mennyire lelkiismeretes volt, az utolsó pillanatban megpróbálta megvalósítani, hogy jó, akkor majd fehér cipőt mond, igen, ám csak közben a cipők sárgán virítottak. De hát ez egy ilyen szinte szállóigévé vált, azóta is meséljük. Természetesen nem rossz indulat tartjuk élve ezeket az ő történeteit, de rengeteg ilyen volt. Nyilván nem ez az egyetlen, ami miatt emlékszünk rá, hanem inkább az a nagyság, amit ő ha fölment a színpadra, akkor nem lehetett nem tudomásul venni, akár néző volt az ember, akár partnere volt. Egyszerűen olyan ős ösztön működött benne, ami hát nagyon-nagyon kevés színésznek adatik meg. Általában ezért keményen meg kell dolgozni színészek tömkelegének, neki ezért nem igazán kellett megdolgozni, ez benne volt, de ő ezzel soha nem élt vissza. Ő soha, például én nagyon, nagyon fiatal korom óta ismertem főiskolásként, rengeteg előadásban láttam, aztán hál' Istennek sok előadásban statisztáltam is, amiben ő játszott, aztán később már partnerek is voltunk. Ő soha egyetlen kezdővel, egyetlen főiskolással, vagy egyetlen műszaki munkással, vagy súgóval, ügyelővel, vagy varrónővel nem éreztette azt, hogy ő egy óriás. Ő csak az volt, de soha nem élt vissza azzal, hogy ő mekkora színész. Egy nagyon közvetlen, nagyon, nagyon kedves, nagyon aranyos és nagyon segítőkész kolléga volt, úgyhogy nyugodt lehetett, aki a közelébe került, ez alatt most azt értem, hogyha egy fiatal színész, természetesen az első gondolat az a színésznek, hogy szörnyet hall, ha Fejes Gyuri bácsival kell játszania, de ez pillanatok alatt elmúlt a fiatal kezdő színészből, ugyanis olyan barátsággal vette körül a fiatal kezdő remegő színészt, hogy az azt is elfelejtette, hogy félt egyáltalán, vagy kétségei voltak. És nagyon, nagyon sokat segített abban, hogy megoldódjanak. Természetesen a bizalom az mindig két irányú kellett, hogy legyen. Tehát azt a nyitottságot, azt a bizalmat, amit ő sugárzott, azt el is várta. Azt el is várta, de nem lehetett, hogy azt ne kapja vissza, mert olyan olyan mértékben adott, hogy ezt abból nem lehetett nem visszaadni. Gerold László foglalkozott Fejes György életművével, és ő mondja, hogy az indulásnál, a kezdeteknél nem igazán találta meg az a szerepkör, ami később a sikert hozta neki, és ő úgy mondja, vagy úgy elemzi ezt az életművet, ezt a pályát, hogy igazából a kisember szerepek, a clown figurák, a bohócok, a kisembereknek a kettőssége, őrlődése, gyötrődése volt az, amiben ő igazából lubickolt. Tehát ő hősszerelmeseket nem játszott, vagy hogyha kapott is olyan szerepet, akkor az általában kevésbé sikerült neki. És egy helyütt azt írja, hogy a pap szerepek találták meg mindig, és mindig teli találatként, a másik pedig ezek a bohóc és kisember figurák. Amikor a filmeknél szóba kerül egyfajta casting vagy szereposztás, akkor őre hogy került a választás folyamatosan ezekben a
szerepekben. Tehát szerencsém volt a Fejes Györgyel, majd amikor a televíziónál és a Neoplantánál beindult egy filmgyártás, hát az a 80-as évek, az azt hiszem a filmgyártás és a televíziózás aranykora volt, 77 az első magyar dráma, a Fekete Globuszot papot játszik a Gyuri, és egészen 90-es éve, tehát 85 Fajkutyák ideje, aztán 87 a Szikkadő földeken, aztán Késdobáló, tehát mindenhol sikerült nagy főszerepekre szerződtetni a Fejes művész urat. Tehát, hogy valahogy megkönnyítette a mi dolgunkat is, majd találtunk egy ilyen szinte színjátszásunkat meghatározó egyéniséget, és hát a filmreimnek a sorsát is, vagy a világát is meghatározta. Ő bekerülhetett volna a jugoszláv filmgyártásban is, amikor a Késdobáló mutatta be az akkori jugoszláv televízió, azt tudni kell, hogy a 80-as években egy televízió volt, és volt egy hétfői drámai nap, és akkor a 3-4 millió ember nézte azt a drámai terminusban bemutatott filmeket, tévéjátékokat. Hát az is már nem volt más, volt egy másik program, de ez hozott neki egy olyan csodálatot a szerb kollégák irányából is. Mikor lement ez a Késdobáló, akkor pár nap múlva Zsivany Pavlovics előtt Újvidékre, hát akkor nem voltak még videók, föltettük meg a vágóasztalra filmet, ott külön futott a kép és a hang, és leült, megnézte még egyszer ezt a filmet, és akkor úgy csodálkozva kérdezte, tehát hol találtad ezt a színészt? Hát mondom, itt van 25 éve Újvidéken, most került először, most lett színész, ami ott a kisekránon megjelent. Most mondom, milliók nézték, ugye? És föl is kínált neki akkor egy elég komoly szerepet. Tudni kell, hogy Zsivany Pavlovics egyik legnagyobb rendezőnk, az a Fekete Hullámnak egyik képviselője, Makavejevvel, a Alekszandr Petrovicsel, Zsilnikkel, Kárpo Godina, hát úgy szerényen magam is azok közé sorolom, majd én is ennek a Fekete Hullámnak valami formában voltam egy képviselője. De a Gyuri egyszerűen úgy megijedt attól a szereptől, hogy rövid volt az idő, talán két hét múlva kellett volna forgatni. Azt hiszem, egy zenekarban egy csellóst játszani, hát nem is azzal volt a baj, hanem egyeztetés. Színházban volt szerep, akkor még a rádióban is volt szerepe. És ott ki fog egyeztetni, és rövid a határ, hogy fogom ezt eljátszani. Végül aztán azt hiszem a Horváth Jóskát vitt el a Zsivany Pavlovics, és a Gyuri így kimaradt. Ez a nagy lelkismeret és hozzáállás, ez a profi viszonya a dolgokhoz, ez ártott neki, és ő bekerülhetett volna így a jugoszláv filmgyártásba, majd ha Zsivany Pavlovics filmében valaki szerepet kap, az kikerült Berlinbe, Kámba, meg nem tudom, így hogyan. Mondom, hogy ez a túl lelkismeret és profi hozzáállás, ez a legmagasabb szinten való produkció, amit ő mond, és ugye, hogy nem vagy te kisebbségi színész, azt magas szinten csinálod. Hát őre fölnéztek a szerb kollégák, nem véletlenül kapott nagy díjakat a
ezek a szemléken, Szarajóbótól kezdve. Kár, hogy akkor nem játszottak az a színházak hazai szerzőket, és így kimaradt például a Stéria játékokról, ugye? Én azt hiszem, egyik darabja, amiben játszott, nem kerülhetett be az egész jugoszláv színházi versengésbe, majd egyszerűen az igazgatók nem gondoltak arra, hogy van itt egy Fejes Gyuri, és találjunk egy hazai szerzőt, ugye? Majd akkor az előírások szerint a Stériára csak hazai szerzővel lehetett kimenni, ugye? Ő nem mehetett ki azt. A Cseresznyés Kerttel nem mehetett ki, nem tudom én, a Ványa bácsikdal, ezért nem mehetett ki ezekkel a nagy szerepekkel, ugye? Majd nem hazai szerző volt, úgyhogy sajnos, hogy nem tudta magát megmérettetni, ugye? És akkor még a különböző díja mellé felsarkozott van nyilván néhány Stériadi is, de így is azt hiszem, hogy egy szép színészi karriert tudtunk neki, legalábbis részemről, hogy 8-10 filmben, nagyobb, kisebb szerepek, sorozatban is játszott. Nekünk volt egy Tanuljunk magyarul sorozatunk 84-ben, az a 20-valány 15 perces epizódban állt, és ott is rendszeresen megjelent azokban a kis iskola filmekben. Tehát annak a generáció volt, akiknek még lehetősége volt, hogy ebben a műfajban is megmutatkozzanak. Ezt mai nap is sajnálom, hogy egy nagyszerű generáció, a Szabadkai Színészgárda, az Újvidéki Magyar Színészgárda is 80-es évek után, 90-es évektől egyszerűen nem kapott lehetőséget, hogy ugyanúgy kifussanak, ahogy a Pástéjék, a Fejes Gyuri, a többi színészeink. Egyszerűen valahogy elvesztettük ezt a megszerzett jogunkat. Nekünk jogunk volt minden évben egy játékfilmre, a televízióban is, és a Neoplanta filmgyártásban is, hogy sikerült, de aztán valahogy az új demokrácia valahogy megszüntette ezt a megszerzett jogunkat. Hát remélem majd az új generációnak lesznek megint ilyen ambíciós képviselői, és visszaszerzik ezeket a jogokat. Egyébként hallgatva ezt a kis riportbejátszást, azt lehet érezni, hogy ő valóban egy ilyen elégedettséggel tekint vissza arra, amit letett az asztalra, és a díjak, és hogy igazából ez, hogy nem gondolja magát kisebbségének, nem zárta be magát, tehát hogy filmmel, mintegy 150 színházi szereppel olyan könnyedén mondja ezeket a dolgokat, és valóban, amikor most így visszatekintünk egy-egy ilyen életműre, akkor egy ilyen erős nosztalgia van, hogy hely azok a régi szép idők, ahogyan Vicsek Károly is mondta, és most László Sándort kérdezném, hogy mennyiben változott meg ez a színházvilág, vagy a színházi karrierek mennyire függnek mástól, vagy lehet-e összehasonlítást csinálni egyáltalán a mai idővel? Nem tudom, hogy lehet-e, vagy kell-e egyáltalán összehasonlítani. Azt viszont biztosan állíthatom, jól gondolja, hogy a Fejes György az teljes életet élt, és meg volt elégedve az életével, azzal, amit elért. Tehát én soha nem ismertem őt úgy, hogy könyökölt volna, vagy, mert nyilván, hogyha egy kicsit rámenősebb, vagy könyököl, vagy kihasználja azt, hogy ő az, aki, akkor még többet és még többet el tudott volna érni, de valahol
nem is akart ő ettől többet elérni, mert jól érezte magát a bőrében. Ő még tudta jól érezni magát a bőrében, tudott még teljes életet élni. Igen, ma sokkal több az elégedetlen ember, mint abból a generációból, mert most, hogyha úgy visszagondolok az ő pályatársaira, akár Ferenc Ilyenőre, akár ugye egy kihagyhatatlan névre, Romhányi Ibire, én ezektől az emberektől soha nem hallottam, vagy érzékeltem olyasmit, hogy elégedetlenek, meg feszültséget keltenek önmagukban, vagy másokban azért, vagy ezért, vagy bármiért. A dolgukat végezték mérhetetlen alázattal, tisztességgel, kötelességtudattal, és élvezték azt, hogy színészek. Nagyon szerettek játszani. A Fejes Gyuri az utolsó pillanatig egy nagy gyerek volt. Olyan sokszor csodálkozva néztük mi fiatalok, akik ugye akkor még fiatalok voltunk, hogy nem, soha nem rossz kedvű, soha nem a problémák kerekednek fölül rajta, hanem ő kezeli. Persze voltak problémái, nyilván számlákat kellett neki is fizetni, családot eltartani, stb. De soha nem erről beszélt, soha nem volt ez is téma, de neki mindig a munka, ez volt a legfontosabb. Én sokat dolgoztam vele együtt, például az Újvidéki Rádió drámai együttesében, ami ugye egy egyedülálló képződmény volt Európában, akár a világon is, ha jól tudom, tehát hogy egy rádiónak színész társulata van, már pedig az Újvidéki Rádiónak egy 38 tagú magyar színész társulata volt. Na most ott hangjátékok készültek, de nem csak hangjátékok, hanem olyan dolgunk is volt, hogy rádióiskola, ismeretterjesztő műsorokat, tehát száraz, tudományos szövegeket kellett beolvasni. Én soha nem láttam, hogy Gyurinak ez nehezére esett volna, reggel 8-kor megjelenni a stúdióban, és értekezni a olyan vulkán kitörésekről, vagy bármiről. Soha nem állt úgy mikrofon elé, hogy ne készült volna föl arra a munkára. Ha 5 oldal volt, 5 oldal, ha 3 mondat, 3 mondat, és ezzel észrevétlenül tanított is bennünket, mert egyszerűen, ha a Fejes Györgynek nem esett nehezére, akkor hogy esne nehezére egy fiatalnak? És én nagyon hálás vagyok, hogy elkaptam egy ilyen generációt, mint ő is, meg a Romhányi Ibi is, aki őneki egy nagy-nagy párja volt, nagy színész társa volt, ugyanis hát azt gondolom, hogy a szerepeinek a nagy százalékát pont az Ibivel párban valósították meg. Ők annyira értették, érezték, egymást kitűnő páros voltak. Én imádtam nézni őket a nézőtérről, a függöny mögül is. Két hihetetlenül nagy színészről beszélünk. Úgyhogy ezektől tanultunk. Hogy most manapság esetleg másmilyen színésznek lenni? Persze, mert az idők változnak, az elvárások is változnak, a kihívás, más a kihívás ma is, más volt a kihívás 30 évvel ezelőtt. Nem tudom. Én remélem, hogy mi most ebben a korban tudunk valami hasonlót átadni a fiataloknak, mert ha nem sikerül, akkor ugye örökké csak az elégedetlenség,
a bánatoskodás, a miért csak két mondatot játszok, vagy miért kell most főszerepet játszanom, mert az nagy energiákat von el tőlem. Manapság hallok ilyet, hogy esetleg színészek azért panaszkodnak, hogy sokat kell dolgozni nekik, meg nagy szerepek, meg sok szöveg. Na hát ilyet annak idején a Fejes Gyurka idejéből nem lehetett hallani. Igen, és nagyon érdekes az, hogy ezek a történetek is, vagy amit mondanak róla, ez nem egy olyan kontextusban van, hogy ilyen sztár allűrjei voltak, hanem mind a ketten igazolták, hogy a profizmusnak volt ez de egyébként a jele. Ne haragudjon, Kornélia, de sztár allűrjei nem is a nagyoknak vannak. Az igazán nagyoknak nincsen szükségük sztár allűr, semmilyen allűrökre nincsen. Igen, nyilván valahol a közepe tájékán alakulnak ki valami hiánypótlóként ezek az allűrök, mert aki nagy, annak nincsenek szüksége, nincs szüksége allűrökre. Hát ő nyilvánvaló, hogy tényleg egy hihetetlenül nagy és értékes személyiségről beszél. És soha nem felejtett el. Ő mindig, akármilyen körben mozgott az ő gyökereit, azt mindig bátran és büszkén emlegette. Tehát ezt az ő tordai mi voltát, ő mindig elmondta. Ő nem szégyelte azt, hogy honnan jött, sőt nagyon-nagyon büszke volt, nagyon szerette a szülőföldjét, és én láttam nagyon sokszor, hogy milyen közvetlenül tudott beszélgetni emberekkel, hogyha közönséggel találkozott. Tehát neki nem voltak olyan gátlásai, hogy akkor most hogy szólni valakihez, vagy egyáltalán, ha valaki szól hozzá, akkor ő arra, hogy válaszoljon, ugye? Nagyon, nagyon egyszerű ember volt, és nagyon könnyű volt vele akár beszélgetni, akár barátkozni, akár dolgozni. Nincsek előtt kérdezném, egy kicsit elkanyarodva a fő témánktól, hogy ugye múlt alkalommal néztük az egyik filmjét, a Szikkadó földeken, most itt filmrészleteket is láttunk. Mennyire szokta ezeket újra és újra nézni, ezeket a filmeket, illetve milyen szemmel, mennyire változik, mennyire fedez föl benne valamit, amit most már másképp gondol, vagy másképp csinálna, vagy hogy működik ez, mivel a színházvilág, ugye, amivel most összehasonlítjuk, az egy nagyon múlékony dolog. Hál' Istennek most már lehet dokumentálni és megőrizni. A film viszont egy elkészült és egy nagyon erősen létező dolog, ami utána így maradt fönn az utókornak. A néhány filmemet most már sikerül úgy nézni, mint valami idegen rendező alkotását, hogy valamelyik fölvétel 8-10 év után kerül elő a dokumentációból, és néha találok benne jeletet, amit még most itt szeretnék megváltoztatni, de örökké valamik motoszkálnak a szereposztással kapcsolatban, talán másnak kellett volna ezt játszani, vagy rövidebben a Vagdosnál snitni, most már idegesek az emberek. Mikor ezt a filmeket készítettük, akkor még az emberek türelmesek voltak, és kíváncsiak voltak, hogy az emberi arcon hogy jelenik még egy érzelem, és azért hosszak a snitték, mint amit látták, hogy itt is, hogy nem vagdossam össze, mint a salátát, hanem hát a filmek egyik nagy csodája, hogy a gondolatok, az érzelmek megszületését tudom követni egy emberi arcon. Ezt a gondolatot nem én találtam ki, ezt a Szabó István fedezte fel ezt, hogy tulajdonképpen filmek ez a legnagyobb varázsa, amit nem tud pótolni semmilyen művészet. Tudjuk, hogy az egész esztétikánkat befolyásolta még a Hegelnek annak idején a művészettel kapcsolatos hierarchiája, ahol a
az irodalmat tette az első helyre, költészetet, és jó, akkor még nem volt film, de több az mind alatta volt, és aztán azt átvették a marxisták, Marx után, hogy hogy csak az irodalom képes a legfontosabb, a legnagyobb gondolatokat megformálni, ugyanis hát a költő az a lélekkel foglalkozik, az az anyaga, ugye a festő, vagy az építész, vagy a filmes különben az idegen anyagokkal dolgozik, és de most bátorít az, hogy francia kritikus egyszerűen kicserélte Hegel gondolatát, hogy költészet, és aztán a többi, és azt mondja, hogy film, és aztán a többi, hogy a, és akkor én ezt csak úgy kölcsönzöm ettől, ez egy Edgar Morin, a francia esztéta, és akkor én csak ezt a gondolatot átveszem tőle, ugye, hogy a hierarchia, hát mind amikor Wagner definiálta az operát, ugye az a Gesamtkunst, ugye, Kunst, hogy az összművészetet egy formába gyúrja, egy nagy operába, ott volt díszlet, ott volt ének, ott volt zene, ott volt látvány, ugye. Hát ugyanaz van a filmben, hogyha ma lehet, hogy a következő műsorokban látnak erre példát, hogy például amikor a Soltis Lajos elmondja a hetedik című József Attila verset, és azt ilyen több kamerát vettük fel, és egy gyerekek, tanulók hallgatják, és kórus szerint, tehát egy e világon hajíz tanát, és tanát, akkor ők mondják e világ, és akkor a Lajos egy kezdi fölfokozni, és látod, azok a gyerekek így átélik ezt, hogy átveszik a Lajosnak az interpretációt, minek is nevezik, ugye, hogy egyszerűen beleviszi őket ennek a József Attila vers világába. Ugye. Na most akkor, ha ez a vers csak így papíron jelenik meg, ugye, ha ezt nem mondja el a Soltis, és a gyerekek arcán nem látom, hogy ez a vers mi lesz ebből a versből, ugye, hát ez nyilván több, mint ha csak egy olvasott vagy írott szöveget olvasom, úgyhogy ha más nem, akkor a film segít, hogy ezeket a költői gondolatokat is valamilyen formában közelebb vigyük legalább a hallgatóhoz vagy nézőhöz. Az érdekes, még kicsit elkanyarodva felé, hogy éppen a Kisdobáló kapcsán, ha jól emlékszem, olvastam egy régi hídbeli kritikát, ahol szintén ugye az eredeti irodalmi művel összehasonlítódik ez a film. Történt ez a múltkori beszélgetésen is, hogy az eredeti irodalmi mű és a film vonatkozában összehasonlítás. Ez mennyire bosszantó, hogy visszakövetelik, vagy visszakérik az irodalmi művet? Írók sose követelték ezt vissza, pedig dolgoztam Deák Ferenccel, Gion Nándorral, Herceg Jánossal, Alexander Tismával, Mirko Kovácssal, Fehér Gyulával, kit nem hagytam még az írók közül, akinek a regényéből írtunk forgatókönyvet közösen, vagy pedig egy dramaturg segítségével, és ilyen vitáimban nem voltak soha szerzőkkel. Tudjuk, hogy a Bertolt Brecht a drámájából készült filmet beperölt, az a híres rendező, az a Paps csinált be a filmet, és bíróságra vitte, hogy megmásította a világát, vagy a filmét, ugye. Hát egy regényt lehetetlen filmre vinni, regény alapján valamilyen gondolatokat ragadt ki a rendező abból a műből, most több vagy kevesebb sikerrel,
abból egy másik világot formál, néha egy olyan részt, ami talán kívülállnak úgy tűnik, hogy meghamisította a regényvilágát. Tehát milyen az a regényvilág? Olyan az a regényvilág, ahogy én azt átírom és elmondom nektek, ugye? Te megmondod egy világodat, mint kritikus, ugye? Nekem ez inkább, hogy a kritikusoknak egymással kellene vitázni, nem a szerzőkkel. Ugye ma egyik kritikus például Szikkadó földekre a legfantasztikusabb szövegét írt, amit valahogy is olvastam a műveimről, belgrádi szerző, hogy ez példát mutat, hogy kell az irodalmi hagyományt ápolni, és milyen magas ambíció, és milyen magas stílusban átmenteni az irodalmat, és népszerűsíteni. Valaki itt meg azt írtak, hogy meghamisította a szerző regényvilágát. Hát akkor ennek a kritikusnak mondd el, hogy te mit láttál abban a filmben, ugye? Majd nyilván egyik is olvasta a regényt, majd főleg a Szikkadó földeket, majd a folytatásban jelent meg, ugye? Hát azt nem hiszem, hogy a kritikus elment a Magyar Szó archívumába, és fölnyálaszta 82 oldalt, elolvasta a szöveget, és akkor elmondja egy okos véleményt a filmről. Azt úgy kell nézni, mint egy önálló művet, és szerencsére hát nagy írók is dolgoztat, hogyha már egy Tismát említek meg, egy Mirko Kovácsot, aki például Kovácsom csináltuk az Apa magányát, az egy szerb dráma. Szóval Arangyelovics játszik benne, meg a Raszéva, egy hercegovajai bácsinak a történet, aki nem tud beilleszkedni a háború után itt ragadt élet folyamatokban, ugye? És akkor néztük közösen a filmet, megnéztük egyszer, és volt benne egy nagy monológ, egy színész, egy monológ, és mondta, hát egy kicsit hosszú, azt mondja, vágják ki bele valamit, ezért, hogy tényleg hosszú, elviszi a film ritmusát. Megint megnéztük, még mindig hosszú. Végül, hát azt mondja, biztos arra gondolsz, amire is, hogy ez teljesen fölösleges. És kidobtunk a filmbe egy 5 perces film, egy részletet, egy gyönyörű monológ. De hát kiderült, hogy regényben az ott oké, jó volt, azon a helyen volt, de elvitte a filmet egy monodráma felé, úgyhogy a nagyírók, ők nem látnak ellenséget, azért a szerzővel. Azt hiszem az írónak becsületére válik, meg a mű tekintét, sikerét, hogyha az megjelenik egy más formában is, hogy hát nem igen ismerünk sikeres amerikai írókat, akiknek a regényei végre nem kerültek volna a nagy ekránra, ugye? Nálunk valahogy az írók nem tanultak ebből az amerikai irodalomból, hogy hát az egy mű az többféle formában is. Az én világom mozgóképen is lehet, színpadon balett is lehet, vagy videójáték, ugye? Azért soha senkit nem kritizálnak, aki mondjuk nem filmrendező vagy színházi rendező, csak egy olvasó. Tehát elolvassa a regényt. Az a regény, amit elolvastam, már nem az a regény, ami meg van írva. Én állítom, hogy nincs egy regény, annyi regény van, ahányan elolvassák. És azt kellene fölfogni, hogy egy film vagy egy előadás csak egy olvasata annak a regénynek, és szerintem butaság számon kérni, mert elsősorban, hát én megkockáztatom, hogy nagyon-nagyon kevesen tudhatják, hogy valójában mi volt a szerző fejében, valójában mire gondolt, valójában mit is akart kifejezni, legyen az akár egy költemény, akár egy regény. Hát nyilván ez csak egy anyag egy rendező kezében, és aztán gyúr belőle, hogy most az kovásszal vagy kovász nélkül.
teljesen fölöslegesnek tartom, mert ezzel az erővel akkor tényleg az olvasókat is jól meg lehetne kritizálni, hogy miért úgy gondolja, vagy miért úgy képzeli el azt a regényt, ahogy ő épp elképzelte olvasás közben. Hát nyilvánvaló, hogy egy új műalkotás születik. És így azt hiszem, hogy az időnk lassan letelik, így végezetül azt kérdezném, hiszen önök több profilban is együttműködtek, tehát akár egy színházvezetés, az Újvidéki színházvezetésére gondolok, akár színészrendező filmen, színészrendező színházban, hogy én először László Sándort kérdezném, hogy mennyire másképp dolgozik színházi és filmrendezőként Vicsek Károly? Nem dolgozik. Szerintem nem dolgozik másképp. Ő a Vicsek, már ha szabad így mondanom. Ő a Vicsek akkor is, ha filmet forgat, akkor is, ha színházat igazgat, akkor is, hogyha éppen színházi előadást készít. Amit én tudok róla, te most ne figyelj, Karcsi, az az, hogy nagy szabadságot ad. Nagy szabadságot ad az alkotótársainak, vagy a munkatársainak, miközben ő nagyon határozott egyéniség, de én azt tartom jónak, hogyha nem egy kiszolgálónak érzi magát a munkatársa, vagy a színész, aki vele dolgozik, hanem alkotótársnak érzi magát, és mellette ezt meg lehet találni. Nem az a fajta rendező, aki a köröm szakadtáig ragaszkodik elképzelésekhez. Inkább sokszor tapasztaltam azt, hogy táplálkozik a színészből, a munkatársaiból, tehát hagy érvényesülni, hagy érvényre jutni. És ez jó, ez szerintem egy okos dolog, mert ez mindig meghálálja magát. Tehát, hogyha nem korbáccsal, meg egyéb eszközökkel jut el addig a termékig, ameddig el akar jutni, akkor például, csak egy egyszerű példát mondok, amikor ő igazgató volt, én pedig művészeti vezetője voltam neki, akkor egyszer csak talán egy temetésen voltunk és sétáltunk hazafelé, és azt mondja, hogy te miért nem rendezed meg ezt a darabot? Mondom, én? Igen, azt mondja. De mondom, nem is gondolkodtam én erről még meg. De nem erőszakoskodott, hanem így elültette a bolhánt a fülembe, aztán talán még egyszer említette, tehát nem az volt, hogy kiadta az ordrét, és hogy ezt meg kell csinálni, hanem hagyott engem gondolkodni, de mondhattam volna nemet is, de nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy nem mondtam nemet, mert hát ez pont a Pisti a vérzivatalban volt, egy örkény darab. Hát aztán életem talán egyik legnagyobb élménye és sikere is volt ez az előadás. És ez személy szerint nem is nekem jutott eszembe, hanem neki, de ez nem ordré volt. Ez csak egy gondolat volt, egy ötlet volt, aztán hagyta, hogy én kezdjek ezzel valamit. Mikor kijött a bemutató, hát a vége az, hogy a tolókocsis a láron, ugye? És a lebombázott hidakról beszél. Hát és a bemutató után, vagy a bombázás után egy 6 hónap, mikor készült el? Ott, igen, ott a bombázások környékén, igen. Szerb kritika, aki nem ismer az örként, dicsérték, hogy milyen, hogy aktualizáltuk az őrként darabját, hogy nem, hát nem, csak mondom, hát olvasgatunk mi azért szövegeket, és most talált ezt a szöveget, és mondom, hát nézd, de hát ez a vége. Szétbombázták a városunkat. Ezt a várost el lehet úgy is síratni, hogy nem mi találunk ki valamit. Elővesz egy őrként, ugyanahogy síratta Budapestet, ugyanúgy mi elsírattuk Újvidéket. De kritika ledöbbent, hogy nem hitték el, hogy ez ilyesmi történt, ugye? Ugye? És akkor az a bejátszás, akkor arról
Nem tudom, ez a 8 perces bejátszásunk van még, az most egy jó végszó, vagy itt meg... Hát nem tudom, hogy hát akkor, ekkor csináltuk a, ezután, ugye, 99 volt a bombázás, és utána jött ki a Pistő, ugye? Igen. Hát ahol sorra verted, akkor különben a, azt hiszem háromszor nyertük meg a Vajdaság, te kétszer megnyerted akkor, ugye? Pistivel meg az öngyilkossal, aztán jöttek a többiek, úgyhogy a végvertük, akkor Kisvárdán nyertünk három év, háromszor egymás után Zsinó, meg a Vajdasági Szemléken is, ugye? És hát nem véletlen, hogy az a színház akkor tarolt. Én nagyon bíztam a fiatal stábba, amikor megjött a Gyarmati Kata is, úgy jött oda, hogy volontár valami darabhoz. Milyen valami, mit volontársz? Hát, hogy valaki rendelésén nézem, elővettem a Szíveri összműveit, az egy kötetbe belefér, 4-500 oldal. Mondom, elmész a trafik, veszel egy ilyen piros könyvet, azt ír rajta, Rányiska Tűzica, fölveszlek 6 hónapra, és az alatt ezt, ebből csináltak előadást. Hát és így történt, a Kinga rendezte, még a kollégáik sokan nem akarták el, meg a magyar öcsi is jön, azt mondja, engem a Kinga majd rendez, mondja nekem. Hát mondom, persze, hogy engem rendez. Hát aztán eljutottak, a Sztéria díjakat kaptak hároman, aztán eljutottak a Bitev, stb. Stb. Tehát ez a bizalom nekem valahogy mindig szerettem mások sikerét, és nem csak a magamét, és rengeteg fiatalnak segítettem, csak fiatalnak, hanem akik ott voltak a stábban. Hát nekem az volt a célom, hogy az az operatőr abban legjobb legyen azon a filmben. És akkor azok néha kaptak díjat, én nem kaptam semmit. Aztán nem tudom én, csináltuk a 93-ban egy szerb sorozatot, világ legjobb nagypapája, abból film készült, tehát a két legnagyobb szerb díjat, a Bája Gardinovacske, meg a Pleszkonyis, a Nisi Fesztivál, a Konstantin Cár, meg a Czarica Konstantin, meg a, mi a másik ezen. A két nagy díjat, jó a színházi, a színészi fesztivál, ott persze, hogy díj nélkül maradtam, de máshol meg sikerült. A zeneszerzőim kaptak, az operatőrök, a színészeim, a koreográfusok, a nem tudom én, a, tehát a rendező munka néha belefullad valakinek a munkájába. Mondjuk az operatőr képi világ az annyira elnyomja, hogy hogy az dominál, ott nem, azt mondja, nincs ez rendezve, ez a film, ezt fényképezték, ugye? És a... Vagy, igen, nem, bocsánat. Vagy mit rendeztet, az olyan jó két színészet volt. Igen, igen. Vagy egy kicsit akkor megnézzük ezeket a színészeket is, akikről szó van. Ez egy 1990... Nem, azt mondom, hogy, hogy ez az egész stáb, hogy olyan ambíciós volt, hogy mi a háború, a bombadás alatt ünnepeltük a színházi világnapot, ami tilos volt akkor. Na, jó, belenézzünk ebbe, hogy ez a kis ünnepség hogy volt. Összehetünk ünnepelni a színház világnapját, amikor szétnézünk városunkban, akkor a táj ilyen Salvador Dali szűröst a képere hasonlít. Valamikor régen azt mondták, hogy Auschwitz után értelmetlen a költészet. Ugyanez a kérdés foglalkozott bennünket, hogy értelme van-e színházat csinálni, deszkákra föllépni. Ez a színház nem csak színház. Ezek a színészek, akik most a deszkákra újra fellépnek, nem csak színházat produkálnak, ők a magyarság képviselői, a végekén képviselik a magyarságot, és ezért büszke vagyok, hogy ezekkel az emberekkel itt együtt tudunk most is színházat magyar nyelven produkálni.
Hevesi Sándornak van egy szép gondolata. Amikor megjelenik egy ember színpadon, akkor megjelenik vele egy világ. És az ember lelép a színpadon, akkor eltűnik egy világ. Mi szeretnénk nagyon sokáig világot tudnánk itt teremteni, ha más nem a saját büszkeségünkre, a saját örömünkre. Isten néz le ránk, mondd, hogy már elég, ezt a tenger szenvedést itt meddig tűröd még. Véres háború, gyilkos győzelem, nyugalmunkat és a békét add meg, Istenem! Miért szenvednek oktalan a nők és gyermekek? Add, Uram, hogy megnyugodjanak a fegyverek! Legyen vége már! Legyen vége már! Nem hallom szóját, sem álljuk moraját, állítjuk mi itt a földön csak szemét imád. Véres háború, gyilkos győzelem, nyugalmunkat és a békét add meg, Istenem! Miért szenvednek ott talán a nők és gyermek?